Manópróbán vehettek részt szerdán azok a gyerekek, akik szerettek volna találkozni a Mikulással a Városház téren. Az eredetileg kinti feladatokat az időjárási körülmények miatt a Turinform irodában teljesítették a lelkes gyerkőcök. Különböző próbákkal készültünk. Ha jó idő lett volna, akkor egy Manó 7 próbára készültünk volna. Most az akrobatikus elemeket, mint például a fenyőszalalom, vagy az ajándékcsomagoknak a kéménybe való betalálása, azt nem tudjuk megvalósítani, de minden olyan kisebb dolgot, amit itt a Turinform iroda, kedves kis Turinform iroda, aki befogadott bennünket, környezetében meg tudunk valósítani, ezt megvalósítjuk. Azoknak a gyerekeknek, akik teljesítették a zenés, furfangos és ügyességi feladatokat, a nevük bekerült Székesfehérvár Nagy Mikulás könyvébe. Képzeljétek el, hogy nálunk a Mikulás gyárban is rengeteg sok fejlesztés történt az idei évben. Az adventi színpadon a Mikulás gyár 4.0 című előadást tekinthették meg az érdeklődők, amely a 21. század aktualitásait feldolgozó humoros karácsonyi családi történet. Minden termelő cég, itt multinacionális cég ezzel van elfoglalva most, hogy hogyan alakítsa át a mesterséges intelligencia és a robotok korában a termelését, hogyan optimalizáljon és hogyan fejleszen. Hát természetesen utolérte a jövő szele a Mikulás gyárat is, ott is robotizálnak, csak nem minden mindig úgy sikerül, ahogy ezt az emberek vagy éppen a manók eltervezik. Na de a gyerekek segítségével szerintem meg fog oldódni. A gyerekek segítsége által megoldott probléma után következhetett a fő attrakció, és a színpadon találkozhattak az északi sark első számú emberével. A kicsik egy dal vagy egy vers elmondásáért cserébe kisebb ajándékokat is kaptak a Mikulástól.